A Nyíregyházi Állatpark 1996-ban nyitotta meg kapuit, azóta teljesen átalakult. A fejlesztéseknek köszönhetően ma már Európa szerte híres. Az évforduló alkalmából több meglepetéssel is várják a látogatókat. Minden hónap 20-a körül valamilyen különleges program, kiállítás vagy egy új állat érkezik majd Nyíregyházára, májustól pedig nyereményjátékkal is kedveskednek a vendégeknek. A park egy állatbarát panzió működtetését is elkezdi. A Nyíregyházi Állatpark működteti ezentúl a egykor volt Hozon panziót, most már Ózon hotelt. Háromcsillagos hotelként felújítottuk, nagyszerű és nagyon szépen berendezett étteremmel és szállodával várjuk a látogatókat, és hogy igazán állatkertesítsük, ezért vittünk oda a parkba kis állatokat, úgyhogy aki csak arra jár és nem akar eljönni az állatparkba, az úgy nem akar jegyet váltani, az nyugodtan oda elmehet kikapcsolódni a gyermekkel, lehet állatot simogatni, állatokat nézni. Az állatpark földrészenként mutatja be az állatokat, most közel 6000 példány él a parkban, így jelenleg ez a legnagyobb vidéki állatgyűjtemény Magyarországon. Húsvétkor nyitja meg kapuit az első kalandparkkal egybekötött állatkerti részleg, ehhez hasonló egész Európában kevés van. Átadásra kerül az Andok kalandok, egy különleges hangulatú állatbemutató, ami Dél-Amerika és az Andok állatvilágát mutatja be, de ami igazán érdekes, hogy a fák koronáiban kifeszített különféle függőhidakon is lehet sétálni, aki bátrabb, meg úgy érzi, hogy meg akarja az andoki hangulatot egy kicsit kóstolni, akkor a két nehézségi fok közül választhat, és sétálhat fentről is, nézheti az alatta lévő állatokat. A jubileum alkalmából azok a látogatók, akik 1996-ban születtek, egy 200 forintos regisztrációs jeggyel léphetnek be az állatkertbe egész évben. Az állatparkban idén is több ritka és különleges kisállat születését várják.